Sziasztok! Ebben a mai videóban el szeretném nektek mesélni, hogy hogy került ez a fogszabályzó az én fogamra, illetve hogy mi volt ennek az előzménye, mivel jár ez a fogszabályzás, és a többi. Gondolhatjátok sokan, hogy elment az eszem, hogy lassan 30 évesen már egy fogszabályzót rakatok fel, de őszintén megmondom, most volt rá pénzem, és most éreztem azt, hogy most vagy soha. Hát ez úgy kezdődött, hogy ugye voltak a tejfogacskák, amik ugye szépen sorba kihullottak. És 9 éves voltam, mikor vártam, hogy nekem kihulljon ugye a szemfog. Vagyis nem is a szemfog, hanem a nyuszi fog melletti fogacska. Ki is hult mind a kettő szépen, csak hogy az egyik kinőtt, a másik pedig nem. Emlékszem, akkor osztálytársammal versenyeztünk, hogy kinek fog kinőni hamarabb a foga, és hát ott tartottam, hogy még most 28 évesen sem nőtt ki. Természetesen már általános iskolába zavart ez a dolog, úgyhogy mentem is, megröngerezték, és kiderült, hogy csirahiányom van. Ami azt jelenti, hogy ez egy örökletes, nem betegség, ez egy úgymond egy örökletes dolog. Tulajdonképpen nem nőtt ki a helyén semmi, és nem is fog sosem, mert hogy nincs gyökér. Nem létezett, nem volt, nem is lesz, ne várjam a csodát. És ott álltam 14 éves, hogy mit kéne csinálni. Hát azt mondták, hogy várjunk esetleg, hogyha úgy eltolódnak a fogak, stb. Hát de most mondjátok meg, egy 14 éves lány, 14-től, nem is 14, mert ugye 9 éves korom óta, 20 éven át úgy éltem, hogy ott nem volt fogam. És mit néz az ember, akarva, akaratlanul, ha beszél a másiknak a kinézetét, akár a sminkjét, a fogát. Az, ha valakinek nagyon szép a foga, az nagyon sokat dob, akár egy állásinterjún, akár a mindennapi életben, és szerintem ez elengedhetetlen ahhoz a mindennapi higiéniához, amit magunkra fordítunk, hogy szép legyen a fogsorunk. Hiába, ha a többi szép, de az az egy hiányzik, azt pótolni kell. Akkoriban még nem ismertem, hogy vannak olyan lehetőségek, amik nem járnak a mellette lévő fogak csiszolásával, mert a legtöbb orvos ezt ajánlotta, hogy a nagy nyuszi fogakat leszeljük rá, és felhúzunk egy koronát, egy ilyen dolgot, és mi már nem szerettük volna, hogy a rendes évfogakhoz hozzányúljanak, ezért úgy döntöttük, hogy hagyjuk így. Akik ismertek, őket nem zavarta, vagy sosem mondták, azt mondták, hogy ez a szexepilem, hogy nekem ott nem nőtt, meg is mutatom közelre. Tehát erről lenne szó, erről a hézagról itt, ami egyébként egy 3 mm-es hézag, és oda, ha akarnék, se rakadhatni be fogat. És akkor jött a lehetőség, hogy anyukám ment a fogászatra és csináltatta a fogát, és úgy döntöttem, hogy elmegyek én is, megnézetem. És sajnos megint azt kellett hallanom, hogy sokkal egyszerűbb lenne, ha több fogatlan lennék, mert akkor alapból be tudnának ültetni ilyen implantátumokat, és akkor kész. De mivel olyan kicsi a hiány, hogy mert még egy kicsi implantátum se fér be, ezért reszelést nem szeretnének, tehát nyilván nem akarnak az egészséges foghoz hozzányúlni, egy megoldás marad, mégpedig az, hogy egy fogszabályzót felraknak, és akkor szépen nekem nem összefele húzzák a fogakat, hanem kifele lesz egy nagyobb hézag a 3 mm-től, legalább egy 5 mm-esnek kell lenni, és hogyha ez megvan, akkor egy ilyen műtét során egy implantátumot helyeznek fel a csontba, és arra pedig egy koronát. Ez elég sok idő, úgymond, de az a 20 év, amit így kellett leélnem csorbacsíként, az borzasztó. És ilyenkor már nem számít, hogy egy-két évet van fenn a fogszabályzó, vagy hogy meghúzzák, mert nem érdekel. Mert nem tudtam nyugodtan mosolyogni, zavart, frusztrált, nem tudtam úgy beszélni, ahogy szeretnék, és ez egyetlen egy szerencsém volt, úgymond, hogy vastag az ajkam, és így kevésbé feltűnő, de én nem szeretnék fogatlanul élni.
Aki nem ismer, az lehet azt gondolja, hogy igénytelen vagyok, kiverték, kihúzták, elromlott, stb. Pedig csak nem nőtt ki. És sajnos az emberek elsőre ítélnek, és ha bár sokan vannak olyanok, akik észre se vették, kezdve a párommal, akivel 7 éve együtt vagyunk, hogy én mit akarok a fogamon csináltatni? Hát, mondom, hát hiányzik. Micsoda? Jaj, hát az nem gáz, az tök jó így. Persze, csak nem az ő szájáról van szó, tehát nekem kell ezzel élni, és én ezzel már nem tudok. Úgyhogy szépen apránként haladunk, ugye fel lett rakva a fogszabályzó, és mivel nekem úgymond, hát mondjuk nem is állnak egyenesen a fogaim, meg az egy foghiány miatt a rágásom is el van egy kicsit formálódva, de anyagilag nem engedhettem meg, hogy az alsót is szabályozzuk, úgyhogy csak a felső lett szabályozva. És mivel már betöltöttem régen a 18-at, és nem vagyok diák, úgyhogy viszont volt egy 25%-os kedvezménye fogszabályzásra most, akkor, mikor csináltattam, így 100.000 forint helyett 80.000 forint volt a felső rész, és 4-5 hetente járok húzatni, az pedig 4.000 forint. És ha majd jön az implantátum, az körülbelül 110.000 forint, csak az implantátum, plusz 50.000 forint körül van a kis fogacska, amit ráhúznak, az a korona, és még a röntgent, meg mindent beleszámolunk, akkor nekem egy 500.000 forintomba fog kerülni az a fog, de ez semmi ahhoz képest, amennyi évet úgymond így kellett élnem. Tehát, úgyhogy ez most elvileg decemberig lesz fent, tehát már a felén majd csak, hogy túl vagyok, és ha minden jól megy, már szeptemberben fogok kapni egy picike kis fogacskát oda, egy ilyen kis próbafogat, egy ilyen valamiből gondolom eszkábálnak nekem, hogy lássuk, hogy mennyi helyet kell még csinálni ennek az új fogacskának, úgyhogy utána pedig alig várom, hogy szóval alig várom tényleg, hogy végre magamat adhassam, hogy ne kelljen nélkülöznem azt, hogy mosolyogjak. Egyébként meg nem sokára készülök a fürdőbe, úgyhogy nagyon meleg van, 37 fokot mondtak mára. Kisfiammal fogok menni és a párommal, illetve a páromnak az egyik munkatársával. Hát, mit mondhatnék még? Nehéz volt ezeket így elmondani, és meglepődve szoktam én is nézni a YouTube bloggereket, és láttam, hogy Evelyn is úgy szintén fogszabályzó kapott, szintén áprilisban, és ő adott nekem arra bátorságot, hogy én is elmondjam az én történetemet, és elég meglepő, hogy neki is szinte hasonló a sztoria, tehát hogy neki is az a csirahiány van, és hogy egyszerre jutottunk el arra a pontra, hogy tényleg ezt rendezni kell, ezt a fogügyet, tehát ez így nem maradhat. Úgyhogy én nem fogok így fogvlogot, meg ilyeneket csinálni, de ezt gondoltam, hogy elmondom nektek, hiszen előbb-utóbb úgy is megkérdezitek, hogy miért van ez a fogszabályzó ott, úgyhogy jobb ezt így tisztázni, úgyhogy köszönöm, hogy megnéztetek, és remélem legközelebb is velem tartotok. Sziasztok!